mindig szívesen mutatunk be olyan új üzletet, ahol valamit valamivel olcsóbban lehet megvásárolni. Ime egy jó példa ezúttal a Rózsadombról. Ebben a nemrégiben megnyílt boltban féláron kaphatók a könyvek. Jene Istváné a könyvesbolt vezetője. Ismerik ezt az üzletet a környéken? Hát azt hiszem még annak ellenére, hogy decemberben nyitottunk, az üzletet nem eléggé ismerik. Megpróbáltunk-e annak érdekében, hogy ismertebbé váljon, szórólapokat terjeszteni, de még ez ideig sajnos nem jöttek be a várásaink. Milyen a forgalom? Hát a forgalmunk az érzésem, hogy nagyon alacsony, hiába várjuk bő választékkal a vevőket. Ez azt hiszem több okból van. Egyrészt az árváltozások, ami azt hiszem a családok helyzetét egyértelműen rontotta, annak ellenére, hogy a könyvek ára nem változott, amit azt hiszem azért a lakosság nagy része nem tud. A könyv árát vagy a tartalmat nézik először? Hát én azt hiszem ez olyan vegyes. A vevők egy része a tartalmát nézi a könyvnek, vagy egyértelműen úgy jön be, hogy már előre eltervezi, hogy milyen könyvet, vagy tévé alapján, vagy újság alapján keresi, a másik része viszont az árát figyeli. Olcsó folyén ugyan a könyvvásárlásra fordított lakossági pénzeket összehasonlítani az alkoholfogyasztásra szánt összeggel, de ha már ilyen szépen egymás mellé került Minerva és Bacchus e két szentélye, miért ne tegyük ezt? Igaz, hogy a vadászkürt söröző még nem nyílt meg, leendő árait sem ismerjük, azt azonban tudjuk, hogy az alkoholfogyasztás társadalmi méretűvé vált. A szeszfogyasztás olyan reális igény, melyet valamilyen módon ki kell elégíteni, különben más, kevésbé ellenőrizhető módon jut el a fogyasztóhoz. Az alkoholizmus elleni küzdelem elősegíthető azzal is, ha a társadalmi környezet kulturális igényeket kelt és azokat ki is elégíti, különben fennáll a veszély, hogy a társasági szórakozás egyetlen célja a lerészegedés, az ivászat. Ön drágának tartja a könyveket? Hát én azt hiszem, hogy ez évben igencsak drágák lesznek a könyvek. Mindenki nagyon figyelni fogja, hogy mennyit költsön, és egyre kevesebbet költenek könyvre az emberek. Milyen könyveket vásárolnak elsősorban? Hát én azt hiszem elsősorban a könnyű olvasmányokat, és nagyon kicsi része veszi az embereknek a szépirodalmi művészeti könyveket. Legkeresettebbek a krimik és a gyermekek részére a mesekönyvek. Mi a tapasztalata? Mennyit költünk könyvre? Nagyon keveset. Fizetések, illetve a munkabérnek nagyon kis része megy könyvekre. Viszont minden tizedik forintunkat alkoholra költjük. Persze a szeszes italok iránti keresletet befolyásolja az általános árukínálat helyzete is. A jó minőségű, tartós fogyasztási termékek, a divatos, széles választékű ruházati cikkek kínálatának bővülése feltétlenül hatással van a lakosság keresletére. Az ilyen termékek fokozottabb vásárlása a lakosság más irányú kiadásainak mérséklődésével jár. Ez fordítva is igaz. Ha nem megfelelő a kínálat minősége, választéka, a lakosság nem találja, vagy magas ára miatt nem tudja megvásárolni a keresett cikkeket, akkor nagyon valószínű, hogy a felszabaduló pénzösszeg egy részét szórakozásra és szeszes italra fogja elkölteni.